Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjenek azok a karakterek, akik erősek, de te nem tudtál róla. És ebben a kis minisorozatban az első szereplő az az Equinox lesz, továbbá lesz még itt szó Hydroidról, Voltról és Nézáról. Mind olyan karakter, ugye, amit kiformulunk, vagy kiszedünk a dojóból Néza esetében, és lerakjuk oda a polcra, mert hogy hát nem tudjuk, hogy mit csináljuk vele, netán elkövetjük azt a hibát, hogy kitöröljük szerencsétleneket, mert hogy egy általunk jobbnak vélt karakter helyét elfoglalja. És én nagyon-nagyon meleg szívvel ajánlom, hogy ne töröljük ezeket a karaktereket, mert hogy über erősek tudnak lenni. Úgyhogy az első a listán az Equinox, és egyrészt ugye, mint a Hydroid is, és az Equinox is macera kifarmolni, érted? Van egy karakter, elmész is, tehát emlékszem, hogy amikor farmoltam a Hydroidot, meg farmoltam az Equinoxot, akkor úgy voltam vele, hogy remélem megéri, mert már falat kapartam, értitek? Tehát 8 darabot kell az Equinoxból kifarmolni, a Hydroidnak a bosszát legyőzni tiszta macera, érted? Találd el a pofáját akár mivel is, amit tett. Macera. Ráadásul Master Rank 5-től lehet a Hydroidért menni, és úgy gondolom, hogy egy Master Rank 5-höz képest az a kis nyegle Warframe-mel, amit van, bemész a Hydroid bosszához a földön, a gyakorlatilag szinte esélyednés. Tehát Master Rank 5-ön úgy gondolom, hogy macera a Hydroid bossza, és az Equinox nem azért macera, mert nehéz a boss, hanem azért macera, mert 8 alkatrészt kell hozzá kifarmolni. És akkor kifarmolod, bemodolod, és azt hiszed, hogy Uber Pro, és nem Uber Pro, és nem tudod, hogy mi az istené csináltak egy ilyen tetves karaktert. Nos, és az Equinox talán egyesek imádják, tehát vannak ilyen karakterek, mint az Equinox, Hydroid, Néza, ezek ilyen love-hate be vannak, és nagy csata alakul ki fölöttük, hogy ezek most jó karakterek, vagy nem jó karakterek. Nos, úgy gondolom, hogy az Equinox kurva erős, tehát van annyira erős, mint egy Wukong, egy Inaros, most azért elég nagy pofátlanságot mondtam, ugye, van olyan erős, mint egy Inaros, sőt, megmerem kockáztatni, hogy jobban is bírja, mint egy Inaros sok szituációban, ami azért elég nagy szó, ugye. Amikor megjelent az Equinox, az első videómban azt mondtam, hogy ő egy olyan karakter, ami ilyen nappalból éjszakába átmenet, ahogy nehezedik a pálya, annál inkább kell éjszakába átvinni az Equinoxot, és ezt azóta is tartom, és a későbbiekben a modolásban is látni fogjátok, hogy ilyen ehhez hasonló modolásokat csináltam. Ám később, ami az Equinoxot rettenet erőssé teszik, és ez egy ilyen, nem tudom, ki szereti, ki nem, bejöttek az augment módjai, az Equinoxnak is behoztak egy olyat, hogy Peaceful Provocation. És ezáltal az Equinoxot a mostani Warframe-ben fölemelte az egyik királyjá, vagy királynő, vagy mind a kettő, kinek hogy tetszik. Az Equinox tehát kiemelte az egyik legerősebb karakteré az, hogy ilyen irányba változott a Warframe, ez az augment mód, a Peaceful Provocation az Equinoxot szinthogy nem legyőzhetetlenné tette. Mit csinál ez a Peaceful Provocation? Éjszakai formában, és itt a lényeg csak, azt kell mondjam, éjszakai formában lelassítja az enemit, és a sebzésén is csökkent. Mi kell a mostani Warframe-ben? Az egyik legdurvább dolog az a tömegszabályozás. Ha nincs tömegszabályozása a karakterednek, el fogsz taknyolni akárhol, vagy akármi, vagy ha nincs tömegszabályozásod, el fogsz taknyolni. Nos, és ebben az Equinox, ami ott így változott a Warframe, jobb lett, úgy, tehát gyakorlatilag kimerem jelenti, hogy jobb lett, mint a Nova, hogy őszinte legyek. Tehát kevesebb energia kell ahhoz, hogy használd, nem kell folyamatosan nyomkodni, mint a Novánál az ult is folyamatosan nyomkodni a négyes, hanem elég egyszer bekapcsolni, és működik, és gyakorlatilag emiatt kényelmesebbé vált, tankosabbá vált, mivel hogy a sebzést is csökkenti, és gyakorlatilag végtelen hosszúságú Survivorig jól bírjas, hogyha még véletlenül van mellette egy csapat is, tehát négyen ölitek az enemit, nem csak ő egyedül kényszerül rá ölni, akkor az überepik. Emellé ugye az éjszakai formához rátásul, hogy az ultiával életet tudsz tölteni, egyszerűen gusztustalanná válik, és emellé, hogyha nem akarsz mindezzel foglalkozni, hogy még az ultit is kapcsolgatsz, hanem beviszel egy lifestrike-os kardot, akkor ott tényleg szinte a legyőzhetetlenségig halad az Equinox. Hát remélem, tehát a videóban azért látszik, hogy milyen hatást tud kifejteni az Equinox az enemire mindenképpen. Nos,
Nagyjából ennyi lett volna a pofázás, csak arra akartam volna rávilágítani, hogy nézzétek meg azt, hogy tényleg egy nagyon erős karakter tud lenni, és nem potyára mész el kiformulni, mert tényleg egy jó karaktert kapsz cserébe. És most akkor jöjjön a modolásom. Ami Equinox modolását illeti, ezt találtam ki rá. Nos, ami furcsa feltűnhet nektek, vagy furcsán néz ki ebbe az egészbe, az az, hogy én használok egy Rage modot bele. Ez szimplán azért van, hogyha nappali műszakban vagyok, igazából sokszor mondjuk jó jön esti műszakban is, tehát ha nappali műszakban mozgok, azt a bizonyos sebzést azt azért tudjam elnyelni, töltsem fel energiával, hogy az ultim gyakorlatilag jobban működjön című történet, mivel hogy ugye nagyon sok energiát fogyaszt, de ha sikerül egy-két sebzést benyelned, akkor esetlegesen feltöltődik, de nem is annyira a nappali forma ugye a lényeg, mivel hogy a Warframe sajnos az a kategória játéklet, ugye, ahol a crowd control és a tömegszabályozás nagyon nagy szerepet játszik, ezért azok a Warframe-ek nem léteznek valami túl jó tömegszabályozás képessége, nem annyira túlélékenyek a mostani Warframe-ben, így aztán gyakorlatilag egy kicsit fenntartsam az ultiát, a nappali változatnak Rage bemegy, sőt, hogyha nem nappali változattal kezded a játékot, vagy akármivel, ha rögtön éjszakaival kezded, gyakorlatilag azt fogod észrevenni, hogy a játék elején ugye az első 20-30 percben bármilyen Survivor Defense van, aminek ki fogsz futni gyakorlatilag az energiából, mivel hogy mivel annyira hogy mondjam, erős a build, hogy így nincs haszna neki, tehát nincs értelme kb. Bekapcsolni addig semmilyen képességet, amíg fel vagy töltödve energiával, mivel hogy nem tudnak sebezni rajtad. Nos, itt van a Vitality, ez egyértelmű, és 160 range-en 199 erő, ez 78%-os lelassulást okoz nálam, 80 a max, szóval értitek, mire akarok kiukadni. Egy sima stretch-el és egy cunning drift-el, hogy egy kicsit több range-et adjak rá. 160 range-nél úgy tapasztaltam, hogy nem kell több, 145 is jó lenne igazából. És természetesen a Peaceful Provocation, ugye, aminek a északi változatában gyakorlatilag le fognak lassulni az emberek, vagy az enemik, hogy pontosan, tehát hogy így nagyjából le legyen fordítva a mód. A Peaceful Provocation egy nagyon hasznos mód, mind nappali, mind északi változatban, de éjszakai változatban fantasztikum, hogy mire képes. Tehát gyakorlatilag álló helyzetben lassítja le az enemit, azon kívül pedig az enemi sebzése is lecsökkent, tehát meglőnek, tehát 100-as szinten meglőnek, 100 plusz szinten meglőnek, és meg se érzi a karakter. Elképesztően tankos, tömegszabályozós egyszerre, és emiatt megesett, hogy az Equinox talán jobb, mint a Nova bizonyos szempontból. Nos, srácok, ennyi lett volna az Equinox videó, szerintem próbáljátok ki, ez az a titok build, aki mindenki tud, de senki nem csinál meg című történet. Köszönöm a figyelmet a következő videóig. Sziasztok! Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot.